Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Róna Péter közgazdász, professzor, köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. A, a jegybank decemberre és januárra várja az, infláció tetőzését. Mennyire lehet pontos ez az előrejelzés, illetve milyen a számokra számít? Én úgy érzem, hogy ez egy, kicsit el fog január-február felé, mert tegnap bejelentette az Európai Központi Bank, hogy az Európai Unión belül is van egy eltolódás. Tehát ők korábban arra, arra számítottak az Európai Központi Bank, hogy a csúcs, az inflációs csúcs októberre várható. Most már azt mondják, hogy ez inkább november vége, december. Tehát van egy ilyen két hónapos csúszás, ami magával, szinte magával érthetődően Magyarországra is kivetődik, és hogyha náluk van csúszás, akkor nálunk is lesz némi csúszás. Gondolom a Nemzeti Bank ezt, amit mondott, még az előtt mondta, mielőtt az Európai Központi Banka az újabb célpontot nem jelölte volna meg. Azt nyilatkozta korábban, hogy az inflációs helyzet a legrosszabb az Unióban. Miért gondolja így? Igen, hát abban az értelemben, ugye nekünk van a második vagy harmadik legmagasabb inflációs ráták jelenleg, valószínűleg mielőtt ez lecsendesül, elérjük a dobogó legfelsőbb szintjét is az inflációval tekintettel, de azért mondtam, hogy ez a legrosszabb, mert az inflációs számokon belül az élelmiszer árak emelkedése, a legmarkánsabb Magyarországon. Tehát ez a komponens az, amire én mondtam, hogy ezért a legrosszabb, hiszen az élelmiszer árak a társadalom egészét és kivált kép a szerényebb körülmények között élőket érinti leginkább. Tehát rajtuk csattan az ostor, az infláció ostora leginkább, és ilyen értelemben van a legrosszabb. Ehhez kapcsolódóan az árstopról mi a véleménye? Az árstoppal kapcsolatban az van, hogy igen, lehet árstoppot alkalmazni, ha úgy véljük, úgy gondoljuk, hogy egy, az inflációs jelenség átmeneti jellegű, és itt egy rövid sokról van szó, inflációs sokról van szó, amit pár belátható időn belül túl leszünk. Na most sajnos a helyzet az, hogy bár jövő tavaszra, tehát február-márciusra várhatóan elkezd az infláció Magyarországon is mérséklődni, azért az infláció nagyon magas szinten marad jó ideig. Az árstopokkal az a baj, hogyha hosszú ideig fenntartjuk őket, akkor a piac, a gazdaság szerkezetének az átalakulását is hozhatja rossz irányban. Kedvezető... Mi, mi a rossz irány? Mit, mit nevezünk kedvezőtlen iránynak ebben az esetben? Hát ugye, ha valamit alá teszünk, akkor azt a termelők nem fogják termelni. Na most van olyan, hogy azt azonnal vissza tudják állítani és termelik, és van olyan, hogy akkor azt azzal, azzal felhagynak. Tehát a a termelési szerkezet átalakulását eredményezheti az árstopp, ami nem kívánatos, mert akkor hiszen egyes termékeknek az előállítása, terjesztése, stb. megszűnik, és ez nem, és ez nem És az ezzel kapcsolatos munkaerőpiaci és egyéb változások is bekövetkezhetnek. Miniszterelnök úr korábban azt nyilatkozta, hogy ha a szankciókat megszüntetné az Európai Unió, mert mint a háborús szankciókat, akkor az csökkenteni az inflációt, és az áremelkedések is mérsékelődnének. Ön hogyan látja ezt az unió szankciók, mennyiben befolyásolják az inflációt? Ebben, ebben neki igaza van, hogy csökkenne az infláció, de mennyit? Tehát a 20-21 százalékos magyar infláció mekkora hányada tulajdonítható, az Európai Uniós szankcióknak. Mekkora hányadat Hát 3-5 tehát, 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 valahol 3 és 5 között mozog ez az érték. Tehát ennyire ebből a szempontból ilyen mértékig e, helytálló, amit mondott. A KS adatai szerint az idei utolsó, első 9 hónapjában a bruttó átlagkereset 503.600 forint volt. E, a korábban ön azt nyilatkozta, hogy a béremelések mögött nem a gazdasági hatékonyság áll. fenntartja ezt az állítását, és hogyha igen, akkor, akkor hosszú távon milyen hatása lehet? Igen, hát ugye ezt a, a béremelkedés még mindig meghaladja az infláció. Tehát ami, ami azt mutatja, hogy a béremelkedések mögött nincs meg az a fedezet, ami a béremelkedést fedezné pontosan erről van szó. Itt ugye egy olyan dologról, egy nagyon fontos és keveset kibeszélt tényezőről van szó, nevezetesen a magyar infláció dinamikájáról. Na most az elmúlt 30 évben az évek túlnyomó többségében a magyar infláció meghaladta az Európai Unióban, illetve az Európai Országokban tapasztalt inflációs szintet. Ez nagyon markánsan kidomborult uh, a 18 után. Uh, és, és ez uh, a magyar infláció ebben az időszakban jóval meghaladta az európai átlagot, hogy csak egy számot mondjak, uh, 2020. januárjában az akkor 4,7%-os magyar infláció az Európai Unió inflációjának a négyszerese volt. Na most ez a dinamika, hogy a magyar infláció magasabb, mint az Európai Unió magyarázza is a forint leértékelését. És akkor elkezdődik egy ördögi kör. A forint leértékelődik, a leértékelődése hozzájárul az inflációhoz, a magasabb magyar infláció pedig a további leértékeléshez vezet. És ennek következtében állandóan az van, hogy a magyar bérek az infláció alakulásától elmaradnak. Tehát mindig-mindig valahogy utól kell érni valahogy ezt az inflációs szintet, de ez alapjában véve nem igazán, nem igazán sikerül. Ugye? És most ebben a helyzetben vagyunk, hogy a magyar bérek uh, nem tudnak igazán lépést tartani a, a, az infláció növekedésével. Mi lehet ebben a megoldás? Ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát, ez, 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 hogy miért van ez, miért, miért ez a jellegzetessége a magyar nemzetgazdaságnak, hogy van benne egy ilyen inflációs nyomás, ez, ez egy nagy kutatási téma. Ebben a tekintetben nagyon hasonlítunk Olaszországra. Olaszországban is állandóan mindig is volt egy inflációs nyomás, ami állandóan rendre a lira leértékeléséhez vezetett aztán jött az európai, az euró, lirát már nem lehetett leértékelni, és akkor elkezdett el, elképesztő mértékben növekedni az államadóság. Na most, és, 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 akkor Olaszország bement abba a nagyon kritikus és nehéz helyzetbe, amiben ma találja magát, hogy egy súlyosan eladósodott nemzetgazdasággal kell megküzdenie. A magyar nemzetgazdaság, tehát a, a gazdaság egésze, az állam, az önkormányzatok, a vállalkozások és a háztartások adósság rohamos rohamosan nő. Ez a, ez a jelenlegi helyzet. Hogy ezt hogy tudjuk megoldani, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mindenféleképpen nagy szerepe van, ha meg, lenne a megoldásban az adórendszer átreformálásának. Tehát véleményem szerint ahhoz, hogy itt valamilyen mértékben ezt kézben tudjuk tartani, az adórendszert drasztikusan át kellene alakítani, úgy, hogy az állam fedezni tudja a kiadásait. Te, te, te. Ezt gyakorlatban hogyan kell elképzelni, és mennyi idő alatt hozhatná meg ez a... Hát ugye vissza kell hozni a progresszív adóztatás mindenféleképpen. A vállati adóztatás nagyon nagy reformot igényel. Itt elsősorban a multik a nevetséges a Magyarországon tevékenykedő multi vállalatok effektív adó rátája két és százalék. Na most két százalék adóból egyszerűen lehetetlen újra termelni mindazt rendőrség képzése, utak, egészségügy, oktatás, stb., amire egy országnak szüksége van. Ez az, az a multikáltal fizetett adó, erre a célra teljes mértékben elégtelen. Tehát, tehát mi a multikat a, multikat a magyar nemzetgazdaság, a magyar társadalom effektíve szub, szubvencionálja. Ugye? Most ez egy tarthatatlan dolog, ezen változtatni kell. Ráadásul ez a helyzet nagyon súlyos deformációhoz vezet a munkaerőpiacon hiszen olyan dolgok vannak a multikal kapcsolatban, hogy a magyar állam előre kifizeti nekik két-két és fél év bérköltségét. Na most, hogyha egy vállalatnak ki van fizetve a bérköltsége két és fél évre előre, akkor nyilvánvaló, hogy meg tudja engedni magának, hogy a legdrágább és a legjobban képzett munkaerőt csábítsa magához. Ennek következtében a magyar, a, magyar, a honi ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások, stb. jelentős versenyhátrányba kerülnek. Mindenki attól rettek, hogy ha ezen változtatunk, akkor a multik elmennek innen. Nem fognak elmenni, nem arról van szó, hogy agyon kell őket adóztatni, hanem arról van szó, hogy a közöttük és a honi nemzetgazdaság közötti óriási, óriási különbséget mérsékelni kell. Maradjunk még egy picit az inflációnál és az MNB-nél, amikor korábban, szintén nem idézek, azt nyilatkozta, hogy az MNB az a monetáris politikájával óriási likviditási bőséget öntött a nemzetgazdaság nyakába. Mit jelent ez pontosan, és mik ennek a hatásai? Igen. Na most ugye egy, egy nemzetgazdaságban, a gazdaságban keringő, forgó pénz, felhasznált pénznek, valamilyen arányban kell lennie a gazdasági tevékenységekkel a gazdasági tevékenység, amely az, a gazdaságnak igazán szüksége van ahhoz, hogy működjön. Hogyha ennél nagyobb mennyiségű pénz van forgalomban, akkor az elkerülhetetlenül inflációhoz vezet, hiszen több pénz ugyanannyi mennyiségű árut és terméket és szolgáltatást kíván megvenni, tehát többet fizet érte, hogy megkapja, mert több a pénz. Na most a Magyar Nemzeti Bank következetesen, most már ugye 12 éve, vagy közel 12-10 éve, a likviditás bővítésével volt elfoglalva. Tehát több pénzt pumpálta a nemzetgazdaságba, mint amennyire a nemzetgazdaság tényleges tevékenységének szüksége lett volna. Ez teljesen elszabadult a legutóbbi választások előtti két-két és fél évben és hatalmas mennyiségű pénz pumpált a magyar nemzeti bank a bankokba, azért hogy a bankok ezeket a pénzeket továbbítsák a gazdaságba, a háztartásokba, a vállalatokba, stb. Ez a magyar inflációnak a leg, egyik legfontosabb tény a jelenlegi magyar inflációnak az egyik legfontosabb tényezője. Ráadásul ezt a pénzt a Magyar Nemzeti Bank vagy nulla százalékos kamat mellett, vagy két és két százalék alatti kamat mellett adta oda a bankoknak. Mire rájött, hogy ez többletlikviditáshoz vezet, és a forint súlyos gyengüléséhez, hiszen a többletlikviditás inflációt okozott, és az infláció pedig a forint gyengüléséhez vezetett, akkor megpróbálta ezt a pénzt szippantani a rendszerből, ezekkel az úgynevezett egy hetes, illetve egy napos betétekkel, amelyek alapján a Magyar Nemzeti Bank azért a pénzért, amit odaadott a bankoknak nullaítve kétszázalékos kamat mellett, azért a pénzét most a Nemzeti Bank a bankoknak 18 százalékos kamatot fizet. Na most ez a 18 százalékos kamat óriási veszteséget okoz a Magyar Nemzeti Banknak, amit aztán a költségvetésnek kell pótolnia. Azt mondta korábban, hogy ha bekerülne az MNB felügyelőbizottságába, akkor azonnal feljelenteni. hogy Györgyet, mire alapozta ezt a kijelentést. Erre. Tehát, de, Erre. Miért, miért nem fogadta el végül a felkérést? Jó, akkor két kérdés. Először az első. Először az első. Igen. Hát a feljelentés alatt én azt értettem, hogy a Magyar Nemzeti Bank törvény alapján a felügyelőbizottsági tagnak kötelessége jelentést tenni az őt jelölő frakciónak. Ez, ez van a... én, én ezzel az egy havi, egy, egy heti, egy napi betétes rendszerrel kapcsolatban azt, azt az álláspontot vallom, hogy erre a Magyar Nemzeti Banknak nincs törvényes felhatalmazása. A Magyar Nemzeti Bank törvény szerint a kamatot a Monetáris Tanács állapítja meg, és nem a bank vezetőséget. Tehát a bank vezetőségének ilyen hatásköre nincs, hogy ilyen instrumentumokat hozzon létre a monetáris tanács nélkül. Ja? Tehát, tehát, tehát én ezt a tényt, és ezt az állapotot, és a szükséges iratokat, amik ez, ezt kapcsolódnának, mint felüljövő bizottsági tag, az országgyűlésnek továbbítanám, a frakcióknak, illetve a házelnöknek mondván, megjelölve, hogy itt egy törvényellenesség mutatkozik, tessék utána nézni. Ezt értettem én feljelentés alatt. Nem az, hogy én megyek az ügyészségre, vagy valami ilyesmi. Ugye. Tehát ez, 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 ez lenne. Hogy én miért nem. Ha, igen, hát én ugye annak idején az év korábbi márciusban voltam a köztársasági elnök jelöltje. Az ellenzéknek akkor is azt mondtam, hogy jó, én ezt vállalom, bár nyilvánvaló, hogy nem fogom megkapni a megbízást, ha az összes demokratikus ellenzéki párt, tehát kivéve a mi hazánkat, ugye, engem egybehangzóan jelöl. Ez meg is történt, ez meg is kaptam ezt a támogatást. Most, amikor felkerül, előkerült ez a felügyelőbizottsági kérdés, akkor ugyanezt mondtam. És mondtam ezt azért, mert én nem kívánok olyan szerepet vállalni, ami az ellenzéki erők megosztottságát illusztrálja. Ezt nem, 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 nem kívánom. Ennek ellen, amikor aztán kiderült, hogy itt legalább két, hanem három párt is gondolkozik azon, hogy saját jelöltset indítson erre a pozícióra, akkor mondtam, hát jó, akkor köszönöm szépen, akkor ez nem az én esetem. Miniszterelnök úrtal idéznék most, aki azt mondta október közepén, hogy utasítottam a pénzügyminisztert, hogy a következő év végére az inflációt felezzék meg. erre kérte a miniszterelnök úr Matolcsi György egy bankelnököt is, ugye ezt egy interjúban Hű. mondta a miniszterelnök úr. Bizonyára, hogy itt a kamatemelés lehet az a megoldás, amire talán miniszterelnök úr is gondol, de mi lehet a következményei folyamatos banki kamatemelésnek? Öm, igen. Na most ezzel a bejelentéssel a miniszterelnök úr nem mondott nagyon sokat. Ugyanis anélkül, hogy a pénzügyminisztérium, illetve a Magyar Nemzeti Bank olyan nagyon-nagyon aktív lenne ebben a kérdéskörben, az infláció 2023-ban mindenféleképpen csökkenni fog, és a 10%-os cél, amit ez a bejelentés célba vetett, nem egy elképzelhetetlen eredmény. Tehát ez, ez nem kell különösebben óriási erőfeszítés, hogy ez, hogy ez megtörténjen. A, a kamatemelésekkel ugye az a baj, hogy a magyar nemzetgazdaság már nagyon régóta az alacsony kamatok segítségével működik, tehát van egy ilyen alátámasztás, anélkül, hogy jelentősebb előrelépés lenne a termelékenység terén. Tehát ez egy nagyon szerény termelőképességű gazdaság, térségi és egyéb összehasonlításban is nem megy, a termelékenység növelése, és, és ennek következtében egy nagyon kamatérzékeny gazdaság. Tehát, hogyha nem jön a stimulus az alacsony kamatok segítségével, akkor ez nem képes a növekedésre. Ez a, ez a gond ezzel. És ilyen értelemben én értem, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2021-22-ben, annak ellenére, hogy 19-ben elkezdtem egy kicsit morogni, hogy itt infláció lesz, és tessék már odafigyelni, mert, mert ez, ennek sírás lesz a vége. Nem, nem, foglalkoztak az infláció visszaszorításával. Én ért, megértem, hogy miért nem. Azért, mert ha foglalkoztak volna, akkor bizony esetleg recesszióba döntik a magyar nemzetgazdaságot a választások előtt. Ami, ami nem lett volna kívánatos a, 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 a számukra. Tehát, tehát itt van egy ilyen veszély, ha ők most elkezdenek agresszíven kamatot emelni, ahogy alapjában véve kellene, hogy, hogy visszaszorítsák az inflációt, akkor bizony a magyar nemzetgazdaság lassulása politikolható. Megjegyzem, hogy akkor is, hogyha elérjük a miniszterelnök uráltal kijelölt célt, tehát a 21 Százalékról, mondjuk 10% százalék körüli szintre szorítjuk vissza az inflációt, hát az se jó. 10%-os infláció egy nagyon-nagyon rossz dolog, nagyon-nagyon kemény következményekkel a társadalom és a nemzetgazdaság számára. Az elmúlt hetekben felmerült az IMF bevonásának lehetősége. Ön is utalt erre egy interjúban. Mikor jöhet el az a pont, amikor erre szükség el? Hát ugye technikai értelemben, a jogi értelemben az IMF bevonására akkor van lehetőség, ha a piacról az adott állam már nem kap észszerű feltételek mellett hitelt. Tehát az IMF mindaddig, amíg egy országnak van, lehetősége a hitelről, a piacról finanszírozni magát, nem fog, nem fog, belépni, nem fog foglalkozni vele. Jelenleg a Magyarország képes hitelt felvenni a piacról, bár a feltételek azért egyre inkább keményebbeknek tűnnek, és hogy ez meddig fog fennmaradni, azt, azt nehéz megmondani. Uh, nyilvánvaló, hogy a, az eurós pénzek elmaradását a piac uh, rosszul fogja fogadni, és hogy olyan rosszul fogja -e fogadni, hogy azt mondja, hát hogyha az Európai Uniónak nem tetszik Magyarország, akkor nekünk sem. Ja, és hát akkor, akkor köszönjük szépen, nem. És akkor bejöhet az, a, az az állapot, az a helyzet, hogy nem tudunk a piacról, piacról hitelt felvenni, elfogadható észszerű kamat és egyéb feltételek mellett, és akkor kell a valóta alaphoz fordulni. Az uniós pénzekről, mi a vélemény az uniós pénzek helyzetéről, mire számít? Hát nézze, Magyarországnak a jelenlegi állapota, gazdasági állapota, politikai állapota, kapcsolata az Európai Unióval, a külpolitikája, stb. teljesen egyedülálló. Még egy olyan ország, mint Magyarország az Európai Uniós 27 tagország között nincs, amelyik így viselkedik, amelyeknek ilyen borzasztó kapcsolatai vannak magával az Európai Unióval, és szinte minden országgal az Európai, az másik 26 ország közül. Magyarországnak most már az Európai Unión belül nincs támogatottsága. Egyetlen egy országban sem. De? Tehát, tehát az, hogy nekünk most gondunk van abban, hogy ezt a pénzt megkapjuk, ez teljesen logikus és előrelátható volt. Én, én egyetértek az Európai Unió álláspontjával, amit az Európai Unió idáig kért, mint feltételt ahhoz, hogy a pénzeket folyosítsa, az teljesen rendben valónak vélem, igazoltnak vélem, Helyesnek vélem, az, hogy az Orbán kormány ezzel vitatkozik, szembeszáll és hivatkozik valami értelmezhetetlen szuverenitás elméletre, ezt nem értem, ezt nem tudom hova tenni. Tehát, tehát itt, itt, itt van egy olyan kormány, amelyiknek 12 év óta egyetlen egy rossz szava nem volt Oroszországra vonatkozólag, és szinte naponta olcsárolta az Európai Uniót. Én ennek az értelmét nem látom, ilyen, ilyen ezt a felfogást, és ennek megfelelően borítékolható, hogy az Európai Unió és az tagországok előbb-utóbb reagálni fognak, mint ahogy reagálnak is. Az uniós szankciókról még egy picit beszéljünk, a szankciós politikáról ugye már korábban is volt erről szó, viszont egy új elem folyamatosan felmerül, hogy Kína lehet a háború gazdasági nyertese, illetve az Unió és a, az Amerikai Egyesült Államok közötti egyfajta kereskedelmi háborúnak is nyertese lehet Kína. Mit gondol erről, valóban így lehet-e, és a magyar gazdaság szempontjából, ha ez így van, egy így alakul, akkor az jó lehet, vagy sem? Én ezt nem látom, egyiket se. Tehát hogy a másodikat meg még akkor is, hogyha Kína a nyertese ennek a háborúnak, én nem látom, hogy ebből Magyarországnak milyen előnyei származhatnának. Na most, hogy Kína nyertese Ugye a történelem csodája és rejtéje az, hogy ez, ezt nagyon nehéz előre jelezni, hogy mit hoz a jövő. Ki gondolta volna egy hónappal ezelőtt, hogy tüntetések sorozata zajlik majd Kínában, amelybe, amely, tüntetések alatt a kínai tüntetők a kommunista pártot és, és, és Xi Jinpinget távozásra szólítják fel. Ugye? Na most ezt valószínűleg mint ahogy a Tiananmen Square téri tüntetéseket a hatóság vissza fogja szorítani, elnyomja, stb. De Kínán belül nagyon komoly, nagyon komoly feszültségek vannak. Ott van az ingatlan piac állapota, ott van a gazdaság nagyon komoly visszaesése. Tehát most már legfeljebb két, két és fél százalékos növekedésre lehet számítani 22-ben, 23-ban. Ez lehet, hogy nullára fog csökkenni, tehát nagyon komoly feszültségek vannak. Én nem látom ennek az elméletnek a hátterét. Hogy, hogy Kína lenne ennek a, ennek a nyertese. Abban az értelemben igen, hogy maga alá tudja gyűrni Oroszországot. Tehát, tehát annyi van benne, hogy egy nagyon-nagyon meggyengült Oroszországnak nem lesz más megoldása, mint hogy Kína felé fordul, és akkor Kínától fog függni az orosz gazdaság és politika. Ennyi. De hát kinek kell Oroszország? Tehát, mint a pupa hátán. Tehát, tehát, ez, nem, ez nem egy olyan egyszerű dolog. Itt van egy olyan ország, amelyik a szétesés felé halad. Háborúban van? A háborúban van, óriási veszteségeket szenved, a világon teljesen elszigetelődött, maradt neki Orbán Viktor, mint az egyetlen hűséges barát. Hát ki, minek? Ja, tehát ez, ez, ez nem egy, ez nem egy nagy nyereség. Azt mondta, hogy a jövőbe látni azt nagyon nehéz, sőt, hogy tulajdonképpen nem lehet. Mégis megkérdezem, így a beszélgetés végén, hogy a 2023-as évre közgazdasági elméletek alapján azon szempontokból, mint jósol Magyarország és Európa gazdaságára. Hát én erre elsősorban azt szeretném mondani, hogy a világgazdaság és a világpolitika olyan, olyan átalakulásokon megy át, ebben az időszakban, amelyek felülírják a közgazdaság úgynevezett törvényszerűségeit. Tehát, tehát a gazdaságokra vonatkozó előrejelzéseket közgazdasági elméletek, törvényszerűségek alapján szinte értelmetlen meg, megkísérelni, hiszen a döntő tényező most már a világpolitikában a politika az egész nemzetközi struktúra átalakulóban van, a globalizációnak legalábbis, ahogy azt megismertük az elmúlt 20-25 évben, végére, vége felé járunk, tömbök alakulnak ki, ezeknek a tömböknek az összetétele még nem világos, nem is beszélve az egymáshoz való viszonyukról. Ilyen körülmények között a gazdaságok átalakulása Hát nagyon komplex, és én, és én nem, nem, nem tudok itt ezzel kapcsolatban előrejelzést mondani. Egyet tudok mondani. Ha Magyarország elveszíti a helyét, megbecsülését és hitelességét az Európai Unión belül, akkor a tragédiában rohan. Azért, mert neki más politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális támaszpontja nincs. Magyarország nagyon mélységesen és nagyon magas arányban kötődik Európához. Ez egy európai ország, és Orbán Viktor állításával a szöges ellentétben, ugye annak idején ő azt mondta, hogy az Európai Unión kívül is van élet. Az Európai Unión kívül Magyarország számára nincs élet, mert nincsenek piacai, nincsenek kulturális, társadalmi és egyéb erőforrásai, ugye? Úgyhogy itt volt egy nagyon nagy kísérlet az Orbán kormány részéről, a keleti nyitás. A keleti nyitás egy tökéletes kudarc. Miért gondolja egy? Hát több pénzbe került, mint amennyit hozott. Léte ezek a kereskedőházak, kereskedőházak rendre Tönkre mentek, felszámolás alatt kerültek, a keleti piacra való kereskedelem nem nőtt, nem történt semmi. A Kínával való kereskedelem nem nőtt, nem történt semmi. Sőt, az egyetlen ami történt Kínával és Oroszországgal kapcsolatban, hogy az Irányukban felhalmozódott adóság óriási mértékben megnőtt. Hát ez nem ez nem jövő eladósodás. Tehát tehát ilyen lehetőségünk nekünk nincs. Az arab világ felé nem tudunk nyitni, minket nem érdekli Magyarország, Latin Amerikával semmiféle érdeklődés irányban nem mutatkozik, Afrikáról ne is beszéljünk, tehát nincs nekünk, Európán kívül nincsenek lehetőségeink. A magyar társadalom számára egy olyan nemzetgazdaságot kellene megteremteni, immár 30 éve, amelyik Európában versenyképes, hatékony, megbecsült, megbízható és sikeres. Ez lenne a feladat. Visszatérve az eredeti kérdésemre, akkor ha jól értem, akkor csak a változás biztos. Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.